Kérlek szépen! 1997. augusztus 22-én az Üllői úti pályán vagyunk, és vendégünk... Bocsánat. Ne adagudjatok, urat! Minden behaladszik! Laci, Sanyi, gyere, üljél már ide le! Augusztus 22-én az Üllői úti pályán vagyunk, a Ferencvárosnak a stadionjában, és vendégünk Gyetvai László, a legendás balszélső, 1918-as születésű. Megkérdezzük Laci bácsit. Parancs. Hogy indult a karrier? Emlékszem, ha jól emlékszem, 1937-ben volt a Fradinak egy kis csapata, amelyet úgy hívtak, hogy Fradika, és mindig előmeccset játszott KK meccsek előtt. Annak volt egy jobb szélsője, a Bíró Dani, és volt egy bal szélsője, a Gyetvai László. Igen. Hogy volt ez? Nagyon helyesen mondott, hogy két olyan játékos játszott azon a mérkőzésen, mint a Bíró Dani, mint a Gyetvai László. Augusztus 22-én az Üllői úti FTC stadionban vagyunk. Vendégünk Gyetvai László, 1918-as születésű, és mondhatom legendás balszélső. 18-as születési. 1918-as születésű legendás balszélső. Emlékszem, kis gyermek voltam, 1937-ben voltak KK meccsek itt ezen a pályán, és egy Fradika ifjúsági vagy amatőr csapat mérkőzésein Bíró Dani volt a jobb szélső, és Gyetvai volt a bal szélső, tízesével rúgták a gólokat. 11-2 volt az eredmény. 11-2 volt az eredmény, és ott játszott Gyetvai László. Hogy indult el a karrier? 1933-ban készen kerültem ide, mint kölykjátékosként jelentkeztem, és 33-tól minden évben ugrottam egy osztályt, az azt jelenti, hogy kölyök, ifi, amatőr, és 37-re profi lettem. Június 15-ig szerződtetett a Ferencváros vezetősége, azzal a elhatározással, hogy egy fiatal balszélső, aki még a Kemény Tibi is fiatal volt, alapjában 23 éves volt, föl kellett venni vele a küzdelmet, hogy az első csapat be tudja kerülni. Első mérkőzésem készen Vianna ellen volt itt a Fradipán, ahol 2-1-re tudtunk nyerni. Készen. Szabad közbeszólnom, Tátrai Sándor kihagyott egy 11-est ezen igen, a mérkőzésen. Igen. Sajnos az volt a helyzet készen Bécsbe. Ugyancsak volt egy mérkőzés, ott ők is úgy nyerték azt a mérkőzést, tehát egy harmadik meccset kellett játszani, szintén a Fradipán, ahol azt is megnyertük mi. Utána pedig mi az osztrákok ellen kellett játszani közép-európai kupa mérkőzést, Ausztria ellen, az osztrákok ellen, Ausztria ellen, és ott is játszottam, de az első mérkőzésünkön 4-1-re kikaptunk a Sestájéktól, Szindelártól, és a többi játékosok. És utána már nem én játszottam, mert újból meggyógyult a Kemény Tibi, és ő játszott, és az a bizonyos mérkőzésen, amikor a Ausztriát itt 6-2-re készéppen megvert a Ferencváros, ezzel mi 1937-ben játszottuk le a döntőt, méghozzá a Lazio ellen, ahol megvan odahaza az aranyérmem, készül a serlegem, aranyos szerselegem a 37-tel kapcsolatban, mivel én is játszottam az a bizonyos mérkőzésen, az a kupa mérkőzéseken. Felejthetetlen a részemre ez. 18 és fél éves voltam.
Na most 37-ben aztán volt egy megszakadás, újra a Kemény játszott, és végeredményben a profi karrier 38-ban kezdődött. 37-ben szerződtettek, és így hol játszottam, hol nem, tehát felváltva játszottunk, de 38-ban volt egy mérkőzés az MTK pályán, méghozzá a Nemzeti ellen, mert a valamikor a Nemzeti az is profi csapat volt, és az MTK pályát bérelte abban az időben, és azon a mérkőzésen készépen két gólt rúgtam, méghozzá az első két gólt én rúgtam, a harmadikat pedig a Sárzsi doktornak adtam be, és így 3-2-re tudtuk menni. Holott 2-0-ra vezetett ezen a mérkőzésen a Nemzeti. Ez a Hungária úton volt ez Hungária a mérkőzés. Utána következett a Latorca utcában az Elektromos ellen, ugyancsak két gólt rúgott. Két gólt rúgott, az egyik gólt az úgy született készében, hogy mivel én bal külsőre rúgtam a szögletet, tehát ilyen formában, annyira be voltam gyakorolva, hogy készében, hogy önmagától beesett a labda, mert olyan ívet adtam neki, hogy a kapus aláfutott a labdának, és ilyen formában, ez az első, a másik gólt pedig készépen úgy 16-os tájékán rúgtam, és így készépen 2-1-re nyertük meg a mérkőzést. Na, jött 39, jött a Bologna elleni mérkőzés, Toldi Géza 4 gólja. Hát az felejthetetlen volt. Megmondom, hogy miért, mert készép azért, mert készépen Bolognában játszottak a mérkőzés, az első fél időben 1-0-ra nyertünk a Bologna, vettünk 1-0-ra a Bologna ellen, de közben annyira a közönség földühödött mi ránk, hogy készépen 20 percig állt készépen a játék azért, mert telig dobálták a játékteret ilyen bambis üvegekkel, és a játékvezető addig nem vezett a mérkőzést, még össze nem szedték, és még nem lett tisztították, és megmondták azt, kifolyó a kürítő pályától, amennyiben nem tudom találni. Hát úgy megfélemlített bennünket készépen, hogy a végén 3-1-re készépen nyertek a bolognaiak. Hát megmondom őszintén, el voltunk egyetlenül keseredve, mert nekünk jobban állt az a mérkőzés. Ha nem lettünk volna megfélemlítve, biztos, hogy jobb eredményt értünk volna el. De annyira biztosak voltak az Andreolóék akkor, akkor ott az a nagy válogatott center half Andreoló. Annyira biztosak voltak az ő dolgukba, hogy repülőgéppel jöttek Budapestre, valósága ünnepét csináltak belőle, családostól, mennyasszonyostól, meg különböző idő. És erre fölkészébe ez a mérkőzés megtörtént itt a Toldi Gézával és az egész csapattal elhatároztuk, mindent elkövettünk ennek az eredménynek a behozása, ami aztán sikerült is, mert a végén készében Toldi Géza 4 gólt rúgott, és 4-1-re nyertük meg ezt a mérkőzést. És azt lehet mondani, hogy mindenki egyén, 1-11-ért küzdött ez a pályán, de bele plusz még a közönséget is, mert teli volt a pály, és 41 ezer néző volt kint az a mérkőzésen. Na most az emlékező tehetséget vizsgálva, mert nagyon na, jó, azt kérdezném még, hogy ezen a mérkőzésen volt egy olyan esemény, az olaszok egyenlítettek, 1-0-ra vezettek, úgy volt, az olaszok egyenlítettek, és utána meg lehetett volna szerezni a vezetést, és miért nem? Mi történt? 11-est kihagyott a Ferencváros? Emlékszik erre? Megmondom őszintén, szépen, nem vagyok ebben. Sárosi doktor kihagyott egy 11-est egy-egy állásnál. Igen. Ez volt, hát megmondom őszintén, hogy igen. Meg kiburította vissza a labdát, majd ha mondja, hogy élet. Jó, az egyik gól, ami igen döntően számított készép, hogy én elmentem a bal szélen, és készépen a Toldi Gézának visszagurítottam körülbelül a 14-es pontra, és azt kapásból berúgta. Utána pedig a Géza negyedik gólt úgy rúgta, hogy a félpályára elindult egyedül, és mindenkit lerázott. Ahány ember rátapadt, mindet lerázott, és bevitt egész állóig a labdát. Na, jött a KK döntő. A KK döntő ezzel a bizonyos időszakban
az Újpesttel kerültünk Magyar döntő lett, Újpesttel kerültünk össze, és itt az első mérkőzésen készéppen 4-1-re kikaptunk az Újpesttől, készéppen zsengelék csodálatosan játszott, 20 zsengelék csodálatosan játszottak, és viszont az ottani mérkőzést az Újpest ellen 2-0-ra vezettünk már, amikor rúgtam egy kapufát, a harmadikat, és készéppen úgy rám tartott a balok bonzó, hogy a lábfejemre, hogy azt mondta, hogy mi az, megcsípett a légy. Tudod, azért érdekes ez, hogy késett a talpalással. Ezért tudtam kapufát rúgni. Ha az bemegy, akkor mi már 3 gólra vezetünk, tehát ilyen van. A vége eredménynek az lett, érzében, hogy 2-2 lett az eredmény. Újpesten. Tehát így az Újpest lett a döntő. A kupa győztese. Igen. Na, volt egy nagyszerű balösszekötője éveken keresztül. Ez is egy legendás balszány volt. Bizony. Egy nagyhatalmas ember volt. És nem is nézett ki belőle, nem is futballistának nézett ki. Ki volt az? Kedves ember volt, nagyon jó barát szépen, és jó játékostárs. Kiszeli Istvánnak hívták. Kiszeli Istvánnak hívták. Ezzel a játékossal játszottuk azt a helycserés támadást. Amikor ő kiment a bal oldalra, én a balszekötő helyére mentem, és így vezettük föl a támadásokat. Ebből okulni lehetne a mostani gyerekeknek, hogy nem 3-4 méteres passzokat kell egymásnak játszani, hanem 15-20 méteres sprinteket kell csinálni készítve. Nem tudják elrúgni olyan messzire a labdát, itt ez a probléma. De a következő, most, hogy benne lesz, hogy itt van a Nagy Norbert. Hát egy ilyen döntő mérkőzésen rá kell dőlni a labda, meg kell hajolni, csak akkor lehet lapos a labda. Nem. És nem tudja, nem most, hanem máskülönben egy értékes játékos lenne, de ezzel, hogy ennyi idő alatt már egy fenyvesi doktort, az rég megtanulta volna ezt, mert az ő szorgalmával, ő becsületességével készéppen csak erről léte rajta. Jó. Ennek annyi zicsere van ennek a Nagy Norbertnak, hogy egyedül tudná megnyerni a meccset. És maga én, mint balszélső, 21 gólt rúgtam. Amikor a Sárgyoktól 23-at, és a Toldi Géza 29-et. És ő volt a gólrekordra abban az évben. Jó, na most itt van Kiszeli Gyetvai balszárnyal a 40-es évek. Mikor jött a sérülés, és hogyan? Sajnos korán kaptam egy sérülést, mikor a 42-ben kaptam, itt szakadást kaptam a combomba. A futóizmomba kaptam egy szakadást. És ez olyan krónikussá vált, mert mindig az edző erőltette, hogy játszak, próbálkoztam. Nem lett kigyógyítva. Nem lett kigyógyítva tökéletesen. Ez az igazság. És ennek pedig, megmondom őszintén, meg kell mondanom a nevét, egy csodálatos edzőm volt máskülönben. Tóth Potyának hívták készéppen az edzőt, amelyik edző készéppen erőltetett. Bár mivel fiatal gyerek voltam, nem gondoltam volna arra, hogy ennek ilyen lesz a vége. Na most, ekkor kerékbe tört egy nagyon jó, gyönyörűen induló karrier, de még játszott sokáig az első csapatban. Játszottam az első, de már nem tudtam azt nyújtani, mint amit az első időszakban. Tehát mit jelent az? Az első időszakban 17-szer voltam válogatott. Az annyit jelent, hogy 1960. Mindegy, a dátumok nem is annyira érdekesek. Csak megmondom, miért érdekes. Azért érdekes, mert készéppen ezen a bizonyos úton, amikor készéppen Franciaországban mentünk játszani, és utána